Az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer bevezetésével ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, illetve az innen egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése. A rendezvényen megjelent közel 500 vállalkozó naprakész tájékoztatást kapott a NAV megyei szakembereitől a legtöbb kérdésre. AKR, biztos hallották ezt a nevet, közúti áruforgalmazásról van szó, fuvarozókról és termékgyártókról. A kamara teszi a dolgát jogszabályváltozáskor és új jogszabályok megjelenésekor, igyekszik begyűjteni a tagjaitól a kérdéseket, ezeket a kérdéseket továbbítjuk a jogalkotó és a jogalkalmazó felé. Most sem tettünk mást, 600 kérdést gyűjtöttünk be, összesen 870-en regisztráltak, Esztergomban volt egy nagy sikerű előadás 270 fővel, itt pedig, hogy tetszik látni, én azt hiszem 450 fős az Agórának, a színháztermének a befogadó képessége, ez megtelt. A fórumon a résztvevők előadást hallgathattak meg az EKR rendszer működéséről a jogszabályok tükrében, valamint a kockázati biztosítékokról is. Január 27-én megismételjük ezt az előadást, ugyancsak délután 2 órakor. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Ez szakmai, ebben nem merek beleszólni, a NAV kollégák el fogják mondani, hogy pontosan hogyan kell értezni a megjelent szabályokat. Január 1-ével lettek hatályosak az AKR szabályai, február 1-ig van türelmi idő. Előzetesen én csak azt szeretném kérni, hogy akinek az előadás után is még kérdése van, a szíveskedjék a NAV megyei igazgatóságához eljutatni írásban a kérdését, szó elszáll, írás megmarad, és akkor ez egy igazolás is lehet számára. Van nagyon sok nyitott kérdés, a szakemberek igyekeznek majd válaszolni, reméljük, hogy mindenki megelégedésére. A rendezvény végén a résztvevők kérdéseire is válaszoltak a NAV jelenlévő munkatársai.